Valaki szólt nekem, hogy egy újságíró vagy valami társaság érkezik, német ajkúak voltak, és hogy én csak beszélek a kultúráról, a magyar tudatról, nem kulturális világunkról. Majd jön valaki, aki a politikáról beszél. És akkor Antal, jó, hogy megjelent így a zsebében a keze, így ahogy mutatom, nem tudom, látjátok-e. És elkezdett beszélni. Hát egy nyelvész fülének nem volt tökéletes a németsége, de tökéletes volt a szellemisége. Szóval nagyon jó volt, nagyon jó. És én úgy éreztem, és azt hittem az a naplom, hogy mint a fölgyújtottak volna egy villanyt, és látom, hogy hol élek. Na most ez a szellemhez. Én azért, hogy most nevén nevezem a gyereket, hát visszatekintve okosabban látom, mint bejöttem a Poskai, az egész MTV-be Poskai, Kisgyicsaba, Bíró Zoli, ezen a vonalon, és akkor én nem voltam tudatos népnemzeti, hanem nemzeti tudatú voltam. És az ő révén ébredtem rá igazán arra, hogy mi az, hogy liberális gondolkodás, szabad gondolkodás, nem neveztük nevén.